Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Gyurics Zoltánné, a Huszárgál Városi Könyvtár igazgatója, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Ugye régi, új igazgatóról lévén szó, ezért hívtuk meg ide a stúdióba egy kis beszélgetésre. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Hát akkor beszéljünk egy kicsit itt a megválasztás körülményeiről. Ugye éppen mondtam, hogy furcsálom, hogy itt van ez a nagy könyvtár, és az egyedüliként indult könyvtárigazgató címre. Vajon miért? Mit gondol? Hogy milyen magyarázatot tudok erre adni, azt tudom, hogy a kollégáim miért nem indultak, hogy kívülről miért nem volt külső pályázó, arra nem tudok válaszolni, de a kollégáimat azt tudom, hogy miért nem. Azt szerették volna, hogy még csináljunk végig egy 5 éves ciklust közösen. Egyrészt a kollégák között nagyon vagy velem egykorúak vannak, vagy pedig nagyon fiatalok, pályakezdők. Pont az a 40-es és 40 és 50 közötti korosztály hiányzik a könyvtáros gárdából, aki jöhetett volna. Így aztán úgy döntöttünk közösen, hogy még egyszer beadom a pályázatomat. Mennyien vannak egyébként most a könyvtárban a dolgozók? 19-en, portával, ruhatárral, takarítókkal, könyvtárosokkal, gazdaságissal együtt 19 fő. Akkor azért az nem kevés, nagyjából lefedik így a hétköznapokat, meg a hétvég egy részét is, ugye? Hogy vannak nyitva, hogy lehet önökhöz bejutni? Hát hétfőtől szombatig minden nap, hétfőn és szombaton 9-től 12-ig, 2-től péntekig pedig 9-től este 6-ig. Amikor beadta a pályázatot, akkor gondolom értékelt, vagy hát hogyha ugyanilyen jó a kapcsolat a kollégákkal, akár együtt is értékeltek, végig beszélgették itt az elmúlt időszakot. És végignézték azt is, hogy mi mindent csináltak eddig, gondolom ez arra is jó volt, meg arra is, hogy egy kicsit beszéljenek arról, vagy beszéljen önmagában arról, hogy mi az, amit esetleg mondjuk nem feltétlenül tudott megvalósítani, vagy még így a szívében van, hogy ezeket így megcsinálja. Akkor nézzük először azokat, hogy miket tartott így az elmúlt időszakból eredményeknek, amire úgy nagyon büszke, meg az egész csapat nagyon büszke. Hát az, hogy értékelünk, ez így van, ez minden évben megtörténik, ez most nem csak az én pályázatom kapcsán történt így. Csak mondom, ez mert egy hosszabb időszaknak ugye a lezárása volt, egy úgymond kezdete is, meg lezárása igen, is. Igen, de azért az éves munkatervekben mindig az tükröződik, hogy mi az, amit együtt kitalálunk, mi az, amit együtt szeretnénk megvalósítani. Persze ezek nem csak saját elképzelések, hanem azért figyeljük az országos trendeket, sőt a külföldieket is, hogy mi az, ami most a könyvtár ügyben egyáltalán erőrelépést jelenthet. És én azt gondolom, hogy a mi könyvtárunk talán igazán büszkén mondhatom, hogy az ország egyik legjobb városi könyvtára. Ezt az is mutatja, hogy évkönyvtára kitüntetést kapott a könyvtár, de azóta is élen járunk minden olyan új szolgáltatás bevezetésében, ami megjelenik az országban. Tehát mondhatom azt, hogy talán nincs is olyan szolgáltatás pillanatnyilag, kivéve ezt a 24 órás bibliaboxot, ami most egyébként szerepel a terveim között. Ez azt jelenti, hogy a könyvtár előtt egy könyves láda van, ami 24 órában alkalmas arra, hogy visszavegye a könyveket. Tehát aki erre jár, és nincs a könyvtár nyitva, lehetősége van rá. De hogy mire vagyok büszke? Hát például arra, hogy kívülről megújult az épület. Ezt még annak idején közösen az előző flash igazgatóval adtuk be ezt a pályázatot. Aztán büszke vagyok arra, hogy például elkészült az oktatóterem, ahol a 12 főt tudunk oktatni az eddigi 6 fővel szemben, nagy inett tanfolyamokon. Büszke vagyok arra, hogy a vakokat és csökkentlátókat egy közösségi térrel tudtuk megajándékozni, ahol 2 beszélő számítógép várja őket. A hét minden napján, ők minden pénteken jönnek össze egyébként a könyvtárba. Arra is büszke vagyok, hogy a kollégáim nagyon ügyesek, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, tehát hogy nagyon sok olyan új ötletük van, olyan új innováció, amit együtt tudunk megvalósítani, és nagyon jó csapat, nagyon jó velük együtt dolgozni. Ez az is mutatja, hogy még maradni akartam erre az 5 évre. Ha nem lenne ilyen jó a hangulat, akkor lehet, hogy az ember úgy döntene, hogy ha lehet, akkor inkább elmegy. A 24 órás szolgáltatásaink, online szolgáltatásaink vannak, ez is egy olyan dolog, ami szerintem nagyon fontos, hogy otthonról 24 órában elérhető a honlapunk, lehet tájékozódni a katalógusba, lehet előjegyzést kérni, hosszabbítani, könyvtárközi kölcsönzést indítani. Ezek mind olyan újdonságok, vagy például nálunk a minőségi kézikönyv alapján és aszerint működik a könyvtár, tehát mindenki tudja pontosan, hogy mi a feladata, stratégiai tervek vannak, cselekvési tervek vannak. Tehát egy jól működő együttes ez a 19 fő, hiszen itt az a nagyon fontosnak tartom, hogy a ruhatárostól a könyvtárosig bezárólag mindenki úgy tegye a dolgát maximálisan,
hogy a könyvtárunk az egy olyan hívogató, egy olyan tér legyen, egy olyan közösségi tér, ami alkalmas egybe arra, hogy tanuljon valaki, hogy élményt szerezzen, hogy közösségbe legyen, hogy szórakozzon. Tehát, hogy sokféle dologra. Régen volt már az, hogy egy könyvtár csak a könyvkölcsönzésre alkalmas. Ez azt gondolom, hogy egyáltalán nem így van, már nem a tudás temploma, hanem az a célunk, hogy olyan közösségi tér legyen, ahova mindenki szeret bejönni. Nagyon lelkes, ahogy így mondja, ugye figyelem a szemét, és tényleg talán a nézők ezt nem látják, de szinte elérzékenyül, ahogy a könyvtárról van szó, tehát így hihetetlen. Említett könyvtári trendeket, hogy mik vannak, ugye mielőtt a tervekre rátérnénk, egy kicsit beszéljünk erről, nekem ez így megütötte a fülemet, hogy mi az a könyvtári trend, tehát hogy valami irányába megy ezek az ország Ezek az új szolgáltatások, hát például amikor a rendszerváltás után az volt a trend, hogy mindenhol elektronikus adatbázisok, katalógusok épüljenek. Most például a minőség fele megyünk el, a minőségi szolgáltatások fele. Tehát most készül az országos könyvtári stratégia 2004 és 2020 között. Itt az egyik nagyon fontos a digitalizálás és az, hogy minőségiek legyenek a szolgáltatások. Tehát most már a könyvtárak indulhatnak a minősített könyvtári címért. Ez az egyik célkitűzésünk egyébként, hogy indulunk. Nem könnyű elérni a minősített könyvtári címet, meg kell, hogy mondjam. Nagyon sok feltételnek kell megfelelni. És aki minősített könyvtári címet elnyeri, az indulhat a minőségi díjért. Hát ez is egy célkitűzése a könyvtárnak, tehát ilyen új trendek vannak. Mi meg igyekszünk lépést tartani. Mi az, amiben most az elkövetkezendőben lépést tartanak? Kicsit meséljen még erről a Biblioboxról, ha jól emlékszem a nevére. Úgy hívják, hogy Bibliobox, így van, ez egy olyan cél. Hihetetlen jó dolog itt a notórius későknek, mint például én is szoktam lenni, hogy egy-két hét az mindig így belecsúszik, de az tehát lehetőség van arra, hogy nem csak, ha esetleg nincs itt a könyvtár, hanem ha valaki úgy gondolja, hogy túl sok lenne a késedelmi díj, és ő ettől szeretne eltekinteni, akkor bedobhatja. Itt az a lényeg, hogy a könyvet visszakapjuk. És az azt gondolom, hogy sokakat csábít majd arra, hogy azok is visszahozzák, akik eddig azért nem tették. Bár mondjuk minden évben van egy olyan hetünk, amikor a késedelmi díjtől eltekintünk. Ez az őszi könyvtár. Így van. De azt gondolom, hogy amikor nem vagyunk nyitva. Tehát én nagyon sokszor belefutok véletlenül abba, hogy éppen már bezártunk, és már kívülről megyünk, amikor jön valaki hón alatt egy csomag könyvvel. Hát olyan kellemetlen azt vissza kell vinni. Tehát erre egy ilyen kényelmi szempont is. Mi minden lesz még, mi mindenre gondoltak, hogy esetleg még így a tervek között szerepelhetne megvalósítani? Hát például ami újdonság, hát ez is egy országos, hát nem csak országos, szerintem ez világszerte, hogy a hagyományos szolgáltatásokat fel kéne váltani ezekkel az újakkal. Ezek az e-bookok például, az e-bookok kölcsönzése, ami még mondjuk Magyarországon nem elterjedt. De a pályázatomban azért írtam bele, mert ez a jövő, nincs mese, és azt gondolom, hogy haladni kell. Bár nincs kidolgozott, nagyon nehéz, mert erre még igazából nincsenek meg a modellek. Többféle lehetőség van egyébként, web alapú, a portálon, hálózati alapú, tehát többféle lehetőség van, itt a kiadókkal van gond, mert ugye nyilván nem céljuk, hogy a könyvtárból lehessen ezeket az e-bookokat kölcsönözni, mert akkor ez számukra ez egy anyagi veszteség, tehát velük kell majd megegyezni, de ez a jövő. E fele kell menni majd. Persze, természetesen én nagyon ragaszkodom a hagyományos. Van még könyv valami alapú. Esetleg? Mind a kettő hihetetlen nagy ötlet, meg nagyon jó ötlet. Van még valami, amit így... Nyilván a pályázatomban szerepelt például, nekem nagyon fontosnak tartom, hogy a 30 éve épült ez az épület, a könyvtár is természetesen akkor adták át, és egy energetikai megújítás szükséges. Hát a nyilászárók előregettek, rettenetesen rossz állapotban vannak, a fűtés korszerűsítés ez szinte elengedhetetlen. Nyáron 40 fok van, télen meg megfagynak a könyvtárosok, mert csak a gyerekkönyvtári részen vannak radiátorok, és az egy 1000 négyzetméteres tér. Tehát, hogy van mit csinálni. Ez mondjuk egy hosszú távú terv, remélem lesz majd olyan Európai Uniós pályázat, ami majd lehetővé teszi azt, hogy ez megújuljon. De például gondoltam arra, hogy a családok átmeneti otthonába, vagy a naposházba letéteket hoznánk létre. A raktárunkban nagyon sok könyv van, ami duplum például, de jó állapotban van, nagyon sajnálnánk, hogyha ez selejtezésre kerülne, és azt gondoltam, hogy például a hajléktalan szálon. Tehát, hogy kialakítanánk olyan letéteket, amit aztán nem is kérünk vissza, hanem ott maradnának tulajdonképpen egy ilyen kis letéti könyvtárként. Tehát ilyesmire gondoltam, hogy szóval lenne még ötlet, azt gondolom, csak itt az anyagi dolgok néha korlátot szabnak, igen, a szárnyaló fantáziának, igen. Internetről beszéltünk, ugye minden fiatal
most már szerintem az idősebbek is, a netellók, hogy ilyen pesties kifejezéssel napi szinten biztos. Hogy tudnak ezzel lépést tartani? Tehát mennyire divat most még, vagy mennyire divat az olvasás egyáltalán? Hogy látja ezt a hát az biztos, hogy az idősebb korosztály az, aki gyakrabban cseréli az olvasnivalót. A fiatalabb korosztály az, aki mindent a neten akar megtalálni. Persze azért nem mondanám azt, hogy ők nem olvasnak, bár kevesebbet, lényegesen kevesebbet. Ez probléma is, ebből próbáljuk majd valamilyen módon elindítani, és azt gondolom, hogy ezt a babáknál kell kezdeni. Ezért is van ez a fajta pénteki program, amikor a Töreki Zsuzsi zenepedagógus vezetésével két olyan baba-mama foglalkozás van, amikor a kismamák jönnek az egészen pici babájukkal. Én azt gondolom, hogyha a kicsik számára ez természetes közeg lesz a könyvtár, akkor nem jelent majd törést, hogy majd az iskolába úgy jön a könyvtárba majd, mint hogyha a játszótérre menne, és én ezt fontosnak tartom. Tehát oda kell őket szoktatni. Így van, tehát így kell elkezdeni. Nagyon nehéz, mert tulajdonképpen az általános iskolás korig azt gondolom, hogy viszonylag olvasnak, vagy többen olvasnak, és azt gondolom, hogy 14 évtől még nehezebb a helyzet, amikor tényleg mindent a gimnazista és az egyetemista a neten akar megtalálni, és kevesebbet olvasnak. De bízom abban, hogy visszatérnek, hiszen nyugdíjasok meg nagyon sokat olvasnak, és nagyon sokan jönnek. Nagyon népszerű nálunk a magazinolvasó, ahol sokan betérnek csak a Kisalföld, vagy a napilapok, vagy a képeslapok elolvasásáért. Úgyhogy azt nem mondanám, hogy nem olvasnak az emberek, de hogy lényegesen kevesebbet, mint mondjuk a 80-as években, ez biztosan így van. Ezért próbálunk mindent megtenni, hogy ez ne így legyen. Milyen úton, módon próbálják ezt megtenni? Ugye említette, hogy a piciket várják. Itt kell elkezdeni. Itt kezdik el. Aztán igen. Mi minden van még, ami úgymond ide csábítja az embereket? Hát például a rendezvények. Tehát az, aki soha nem tette be a lábát esetleg könyvére a könyvtárba, de valami rendezvény fölkelti a figyelmét, és eljön egy ilyen közösségi rendezvényre, ahol jól érzi magát, és rájön, hogy mennyi mindent lehet itt csinálni azon kívül, hogy könyvet kölcsönöz. A helyben használattól az internetig, a praktikus szolgáltatásoktól, kezdve például ezek a közösségi rendezvények, zenés, verses délutánok, vagy íróolvasó találkozók, vagy könyvemutatók. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a helyi alkotóknak nyújtsunk olyan lehetőséget, ahol bemutatkozhatnak. Persze nem csak nekik, de elsősorban mondjuk ők állítanak például ki nálunk. Ez lehet festő, ez lehet szobrász, lehet fafaragó, lehet fotós, lehet grafikus, tehát hogy bármilyen kézimunkakiállítás. Én azt gondolom, hogy nagyon széles a skála, és mi megpróbálunk mindenkinek helyet adni, ezért aztán havonta, de van, hogy két hetente változik a kiállítótérben a kiállítási anyag. Én azt gondolom, hogy aki egyszer bejön és látja, hogy DVD-t és zenei CD-t vihet, és hangos könyvek vannak, és újságokat lehet nem csak helyben elolvasni, hanem hétvégére hazavinni, és a mai újságárakat ismerve azt gondolom, hogy ez nem utolsó szempont, az rájön, hogy annyi mindent lehet csinálni, hogy jó hely a könyvtár. Az újdonságokkal mennyire tudnak lépést tartani? Ugye említette itt az anyagiakat, hogy mindent azért az meghatároz elég erőteljesen. Ugye gondolom keresik az újdonságokat, igen, akik a könyvtárba járnak. Ezt hogyan tudják beszerezni, illetve hogyan sikerül itt a válogatást? Ezt hogy csinálják? Ez mindig érdekelt, hogy ez hogy működik. Hát, meg gondolom mindent megvenni nem lehet. Tehát az nagyon odafigyelünk arra, hogy a használó igények mit kérnek. Tehát két évenként például csinálunk használói elégedettségi felméréseket. Én éppen most értékelik ki a kollégáim a legutóbbit, úgyhogy nem sokára lesz eredmény, amit aztán a honlapra fölteszünk, tehát el lehet érni. De hogy szerezzük be? Hát egyrészt megkapjuk azokat az ajánlatokat a kiadóktól, könyvtárrelátótól, Booklinetól, Alexandrától és még egy csomó kiadó foglalkozik ezzel, és mi ebből válogatunk. Tudjuk, hogy milyen a közönségünk. Tudjuk, hogy mi az, amit keresnek. Egyébként erre lehetőségük is van, hogy föliratkozhatnak, kérhetnek, a kollégáim fölírják, és azonnal jelzik a feldolgozóknál és gyűjtemény szervezőknél, hogy mit keresnek az olvasók. A nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyha bármi spórolni kell, az ne a dokumentum beszerzés legyen. Mert az újdonság érjön be, ez így igaz, és ez nagyon fontos. Aztán nagyon jó ajánlatok vannak, hiszen sokat költünk a kiadóknál, illetve a Bookline-nál és az Alexandra kiadónál nagyon jó kedvezményeket kapunk.
Tehát ez a 30-40%-os kedvezménnyel tudunk vásárolni, mert ugye nagy összegeket költünk el. Ezért aztán sokkal többet tudunk beszerezni. Én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan, egy héten belül a rendelkezésre áll, hogyha keresnek valamit. Amit pedig, ha nem tudjuk beszerezni, könyvtárközi kölcsönzéssel megkérjük a nagyobb könyvtáraktól. Ez lehet egy országos nagykönyvtár, szakkönyvtár, akár lehet egy megyei tehát könyvtár. Tehát abszolút működik. Teljesen. Igen, igen. Jönnek a könyvtárközik szinte naponta. Mennyi könyv van egyébként most itt önöknél? 122 000 valahány száz, pontosan nem tudom, de olyan 122 000 dokumentumban. Ebben benne vannak a zenei CD-k, a hangos könyvek, még a lemezek is, mert vannak, mi megőriztük a régi bakelit lemezeket. Nagyon szép gyűjteményünk van, így van. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan anyag, egy olyan hordozó, ami talán jobban őrzi a hanganyagot, mint a CD például. Mert a CD-k egy idő után tönkre mennek, előregszenek, és akkor azokat át kell játszani. De még a videokazettákat is őrizzük, bár ugye azok alól kiment a amivel le lehet játszani. A technika tulajdonképpen. Így van, így van. Aztán ott van például a helyismereti gyűjteményünk, amit még nem is említettem, és nagyon fontosnak tartom, hogy ennek az anyagnak a digitalizálása például. A régi Mosonvármegyéknek a digitalizálása, hogy elérhető legyen, ezeknek a tartalmi feltárása folyik már évek óta. Úgyhogy nagyon sok feladat van, amire azt hiszem nem is gondol az, aki a könyvtárra úgy tekint, mint egy kölcsönző helyre. Köszönöm szépen, sok erőt, meg kitartást, meg minél több pénzt ehhez, mert ahogy halljuk, ugye azért nagyon sok ezen is múlik, de azért is gondolom, hogy a kitartáson is, meg a munkatársakon is. Így van. Úgyhogy sok sikert hozzá, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!